Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kezdjük meg Isten tiszteletünket. Énekeljük gyülekező énekként a 483. dicséretünknek az első három versét. A 483. dicséretünk első verse így kezdődik. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn. Fennálló énekként énekeljük a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Oh, shall I
helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi Urunkat a már megkezdett 84. Zsoltár második, harmadik és negyedik versének eléneklésével. A 84. Zsoltár második verse így kezdődik, a verébnek is van fészke, és honnyában költ a fecske. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától, Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangélium 8. fejezetéből,
az 5. verstől a 13. Míg ezt teszem, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. A Máté írása szerinti Szent Evangélium 8. rész 5. és következő verseit így olvasom. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és ezt kérte. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ezt mondom az egyiknek, menj el és elmegy. A másiknak jöjj ide és idejön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt kísérőihez. Bizony, mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga, még abban az órában. Tegye Isten áldása szívünkben igéjét. Gyertek ezért, imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy példaként állítasz most elénkbe egy embert, aki a fele barátjáért könyörög, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Urunk, bűnbánattal valljuk meg olyan sokszor, elhanyagoljuk a közben járó imádságot. Csak magunkat tartjuk fontosnak, magunk egészségét, előre menetelét, csak a családunkat, környezetünket, és nem gondolunk együttérző szívvel azokra, akik hetek, hónapok vagy esetleg évek óta beteg ágyban feküsznek, a gyógyíthatatlan betegekre, a szenvedélybetegekre, az ördög által kínzott különböző fele barátainkra. Úgy gondoljuk, hogy biztosan olyat tettek, hogy megérdemelték. Azt kell mondjuk, Urunk, hogy mindnyájan megérdemelnénk, hogy elpusztíts és kitakaríts a színed elől. De köszönjük neked, irgalmas Jézus Krisztus, hogy azért jöttél ebbe a földi létbe, a mennyei dicsőségből, hogy önmagadat adjad a Golgotai kereszten minden ember bűnéért, hogy aki benned hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Segíts, Úr Jézus, közben járni azokért, akik már imádkozni sem tudnak, akik már felkelni sem, akik már a kezek felkelni sem tudnak, a kezüket sem tudják összetenni. Légy kegyelmes, Urunk, betegeinkért, településünkön, gyülekezetünk tagjaiért is imádkozunk. Öreg otthonban lévő testvéreinkért, családtagjainkért, légy kegyelmes, irgalmas hozzánk, Urunk. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk, hogy irgalmasan reánk tekintettél és megkönnyörültél rajtunk. Segíts ugyanezzel a irgalmas tekintettel közben járni másokért. Kérünk, Úr Jézus, járj előttünk, vezesd a mi gondolatainkat, teremts tiszta szíved bennünk, hogy előtted járjunk, akaratod szerint éljünk, cselekedjünk. Jézus nevében kérünk, Urunk, te légy itt most a középen. Amen. Énekeljünk, kedves testvéreim, a 154. éneket, 154. ének, Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa. Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa, mely bölcsét évén az elmét,
szüli az Úrnak félelmét, gerjeszt fel most indulatunk, hogy még igédre hallgatunk. Végyen bennünk épületet, a hit, reménység és szeretet. Tégy bölcsekké, tégy szentekké. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A felolvasott igeszakasz 8. versét olvasom. A százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. El kell, hogy gondolkozzunk azon, kedves testvérek, hogy mennyire fontosak a betegeink és azok a hozzátartozók, ismerősök, közelállók, távolállók, akikről egészen bizonyosan tudjuk, hogy igen távol állnak az élő Istentől. Mennyire fontosak? Mert itt azt látjuk, hogy van egy férfi, egy katonaember, az eredeti szöveg szerint háromszor is azt mondja, hogy az én fiam halálán van, aki a munkatársát, a beosztottját, a szolgáját fiának tekinti, mint egy családtagjának, gyermekének. Elgondolkoztam a héten, már vasárnap óta gondolkozom ezen az igén. Fontosak-e számunkra ennyire a családtagjaink? Annyira, hogy közben járjunk az élő Istennél, hogy ne a pokolban és a kározatban töltsék az örökké valóságot. Milyen rettenetes lenne, testvérek, hogy mi a mennyből érzékelnénk, hogy a gyermekünk, szüleink, testvérünk, hitves társunk az örök kárhozatban szenved. Vajon nem vádolna-e a lelkiismeret, hogy megtettem-e, amit tehettem volna? Komolyan vettem-e a közben járást? Nem marcangolni kell a lelkiismeretét, de azt megtehetjük, hogy hűségesen Isten elé állunk, szerényen és egyszerűen. Ilyenkor sokszor eszembe jut Mózes, aki Izrael honfoglaló harcainak a első nagy küzdelme folyamán nem ment le a harcolók közé a völgybe, hanem azt kérte, hogy vezessék fel, és felmentek a munkatársaival, Áronnal és Húrral egy magaslatra, honnan látta az egész küzdelmet, és felemelt kézzel imádkozott Izrael harcosaiért. Aztán hát lehanyatlott a keze, mert próbálja ki valaki, hogy mennyi ideig bírja így fenntartani mind a két kezét. Zsidó ember két felemelt karral imádkozott, és akkor látták Áron és Húr, hogy Izrael harcosai fölé kerekedik az ellenség. Azonnal rájöttek, hogy mert megszűnt, abban maradt az imádság. Nosza, azonnal napestig, egész estig tartották Mózes két karját, és Isten nagy győzelmet ajándékozott. Mondhatná valaki, hogy na hát mit csinált ez az ember? Hát messziről figyelte. Talán még a durvábbak udvarias kívülállóként. Igen? Milyen jó, hogy tudjuk, hogy nem erről van szó. Közben járt az élő Istennél, és Isten irgalmasan megmentette, megtartotta az ő népét. És az első nagy küzdelemben, a honfoglalás harcai között nagy győzelemmel ajándékozta meg őket. Közben járni egymásért.
Istennek beszélni az öregről, a betegről, a gyermekről, a haldoklóról, a kívülállóról, a szenvedélybetegről. Mondani, mondani és mondani. Újra és újra. Na de sokadszor is, sokadszor is. Isten Mózes se hallgatta meg azonnal. Estig kellett imádkozni. És Isten akkor adott diadalt és nagy győzelmet. És lehet, hogy valakinek hetekig, hónapokig, vagy évekig kell. Ne hagyd abba. Lehet, hogy vannak az itt lévők közül, akik azt mondják, én már ebbe belefáradtam. Hadd kérjem, hogy kedves testvér, ne fáradj bele. Ha az élő Istennek kedves volt, hogy az életedet megmentse, megtartsa, megőrizze, templomba vonja, igehallgatása vonja, akkor te is újra és újra beszélj a tiédről, akiket Isten elét hozott. Itt ez a százados, azt olvassuk az igében, hogy a szolgájáról beszél, oda megy Jézus Krisztushoz. Ha megvizsgáljuk a Lukács írása szerinti evangélium leírását, ott arról van szó, hogy elküldi a zsidók véneit. És tudjuk, hogy ez az ember ott Kapernaumban egy gyönyörű zsinagógát épített a zsidóknak, saját költségén. És ezek a közben járók nagyon nagy lelkesedéssel és odaszántsággal beszélnek erről a századosról. Azt mondják, uram, méltó, hogy megtegye. És akkor most visszaköszönök a méltó szóval kapcsolatban a Máté evangéliumára. Mit mond? Uram, nem vagyok méltó. A zsidók azt mondják, hogy méltó, hogy segíts neki. Hát gyere, hát szinte vonják Jézus, hogy induljunk már. Segíts neki, hát most neki van rá szüksége. Olyan sokat segített rajtunk, most rajtad a sor. És akkor odaáll Máté írása szerinti evangélium alapján ez a nagyhatalmú ember, és azt mondja, hogy uram, nem vagyok méltó. És aki tudja a maga méltatlan voltát, hogy semmire nem hivatkozhat. Nincs olyan, hogy valamire hivatkoznék. A farizeusok azt mondták, hogy na-na-na, mi Ábrahám gyermekei vagyunk. És Jézus olyan szépen kiigazítja őket, ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor hinnétek Istennek, és hinnétek bennem, és tudnátok, hogy Isten küldött engem. Visszatérve, aki nem tartja magát méltatlannak, az részesül Isten kedelmében. És testvérek, rajtunk csak a kegyelem segít, az Isten kedelme segít. Az a nagy kedelem, amelyet azért kapunk, mert Jézus az életét, a maga ártatlan, bűntelen életét odaszánta mindnyájunkért, mindnyájunk bűneiért a Golgotai kereszten, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. És amit még itt mindjárt az elején szeretnék kiemelni, Jézus nagyon kiemeli ennek az embernek a hitét. Mondhatná valaki, ó, egy kívülálló, ó, egy udvariaskodó. Jézus azt mondta, Izraelben sem találtam ilyen hitet. Nagyon nagy megállapítás. Jól vigyázzunk a megállapításainkkal. Jól vigyázzunk, hogy nehogy megbélyegezzünk valakit. Nehogy aztán megszégyenüljünk. Bízzuk csak a megállapításokat, ami Urunk Jézus Krisztusra. Mi ragaszkodjunk ahhoz, hogy megmaradjunk a kegyelemben, és imádkozzunk kegyelemért másoknak is, csendesen, alázattal és elkötelezettséggel. Aztán figyeljünk arra, kedves testvéreim, hogy ez a katonatiszt hittel fordul oda Jézus Krisztushoz. Ez a történet Kapernaumban játszódik. Kapernaum a Izrael országának az északi részén található, a Genezáret tó nyugati részén terül el, és a Máté 9.1-ben
a polisz szót használja az evangélista, ami azt jelenti, hogy olyan kisváros jellegű település volt. Jézus szeretett itt lenni, Péter itt lakott, gyakran mentek oda tanítványaival, talán egy szobát is biztosítottak Jézusnak, nem tudjuk. Minden esetre előfordul, hogy hallunk ilyet, hogy Jézus ezt a maga városának mondja. Nagyon szeretett ott lenni. Fülöp és Heródes Antipás negyedes fejedelem két országrésze határrészén terül el, ami azt jelenti, hogy határőrség is van, és az az evangélista, aki leírja a történetet, történetesen éppen itt volt a vámnál, bámos volt. És Jézus onnan hívja el, és annyit mond, jöjj és kövess engem. És azt olvastuk, azonnal felkelt, mindent ott hagyott és követte Jézust. Egyébként ez a mindent ott hagyott jellemző az első négy tanítványára is, Péterre, Jakabra és Jánosra is, akik halásznak. Jézus azt mondja, jertek, kövessetek engem, és mindent ott hagyva követték Jézust. Úgy elgondolkoztam, hogy csak mindent ott hagyva lehet Jézust követni. Visszagondolva még a múlt vasárnap istentiszteletre, ahol a gazdag ifjú nem tudta Jézust követni. A vagyona, a nagyon sokja visszahúzta. Nem tudott elindulni Jézussal. Nem, hogy megmaradni nem tudott Jézus mellett, elindulni se tudott. Százados volt tehát, 100 embernek parancsolt, és egyidejűleg elmondja, hogy én is hatalom alá vetett ember vagyok. Nagyon sokszor, aki sokaknak parancsol, nem tudja, hogy ő is hatalom alá vetett ember. Elmondja, hogy ezt mondom az egyiknek, hogy oda megy, oda megy. Másiknak ide jössz. Másiknak ezt csináld, azt csinálja. Teljesen magától értetődőnek tartja, hogyha Jézus mondani fog valamit, a haldokló szolgájával kapcsolatban, akkor a betegség engedelmeskedik Jézusnak. Elgondolkoztam, testvérek, hogy milyen a mi hitünk, mármint a mértékeit illetően. Azt mondja Jézus, hogyha olyan a hitetek, mint a mustármag, és később magyarázatban ott van, hogy a növények között a legkisebb a mustárnak a magja. Ha olyan icike, picike lenne a hitetek, mint a mustárnak, azt mondanátok annak a hegynek, hogy állj arrébb, akkor arrébb állna. Milyen a mi hitünk? Eszembe jutott a édesapa, akitől megkérdezi Jézus, miután odaadja az Isten fiának a gyermekét, a holtkorról gyermekét, hogy meggyógyítsa. Megkérdezi Jézus, hogy hiszed-e ezt? Meg tudom gyógyítani. És úgy kiszaladt belőle, hogy hiszem, Uram, hát nyilván azért hoztál, azért van itt a gyermek. De amikor ránézhet Jézusra, azt mondja, Uram, légy segítségül az én hitetlenségembe. Értjük? Elmondja, hogy hiszek, de azonnal látja ott a Jézus jelenlétében, mit fog Jézus mondani erre a hitre. Nem fogja becsmérelni, nem fogja nagyon leértékelni, nem mondja azt, hogy nátad nem hit. Légy segítségül hitetlenségemben. Én azt hiszem, hogy ez nagyon tisztességes hit. Hogy én hinni akarok, de nem tudom, hogy elég az. Erre a hitre fog az Úr cselekedni valamit. Nem fogja azt mondani, hogy hát ez hitetlenség. Ez nem üti meg a mértéket. És azonnal, Uram, légy segítségül hitetlenségemben. És így, ilyen módon meggyógyítja Jézus ezt a gyermeket, és visszaadja az apjának meggyógyultan. Ez a százados hisz az Isten fiában, és ezért megy oda hozzá, és megszólítja élő hittel Jézus Krisztust.
És ezt a két szót szeretném még aláhúzni nagyon. Oda menni, és elmondani neki. Nem arról van szó, hogy azért Isten úgyis tudja. Persze, hogy tudja. Oda menni, oda járulni. Ezzel az alázattal, hogy hatalom alá vetett ember vagyok. Ő az Úr, uraknak ura, én pedig por ember vagyok. Porból vagyok, porból lettem, porrá leszek. Valamelyik héten Debrecenben járva elmentünk a feleségemmel a szüleim sírjához, és ugye arra gondoltam, hogy szépen porladnak. De én gyermekként nem úgy láttam őket. Én szerettem és tiszteltem és becsültem a szüleimet. Az én gondolatomban múlt való gondolásomban ők élnek, vagyis úgy gondolok rájuk, tudom, hogy meghaltak, és már porladnak. De ez a kettő úgy szépen együtt van. És hálát adtunk, hogy nagyon fontos volt, különösen édesanyámnak, hogy megtérjenek a gyermekei, hogy már gyermekkorban adjuk a szívünket Jézus Krisztusnak, nem majd valamikor. Ugye hányan vannak, akik azt mondják, hogy majd eldönti. Ugye eszembe jutott, hogyha nem tanítanám meg az illetőket beszélni, akkor majd eldöntenénk, hogy el tudnád dönteni, hogy milyen nyelven fog megszólalni? Vagy majd eszik, ha akar? Hát ez nem így van. Hát azért vagyok szülő. Azért bízott meg Isten ezzel a nagy méltósággal, hogy apa vagy nagyapa lehessek, vagy nagy édesanya, nagymama, keresztülő, hogy a lehető legjobbat adjam, amit megtapasztaltam, amit én is átéltem. És hálát adtunk az Úrnak, hogy jól lehet, már porradnak a szüleink. De amíg lehetett, amíg tudták, addig nagyon sokat imádkoztak a gyermekeikért, gyermekek családtagjaiért. Én így gondolok rájuk. És hálás vagyok Istennek értük. Ez az ember felkeresi Jézust. Jézus Kapernaumba megy, és egy nagyon nagy baj oda űzi, oda hajtja, oda kényszeríti Jézushoz. Van a Bibliában egy ilyen ige, hogy íme áldássá lett számomra a nagy keserűség. Amikor a nagyon nagy teher, a nagyon nagy baj oda üzi Jézushoz, az azért lesz áldás, mert akkor a jelenlétébe kell, hogy menjek. Oda kell, hogy menjek. Másképp nem mennék. Amikor Isten a bajt, a rosszat, amit én rossznak mondok, talán úgy is érzem, meg úgy is van, arra használja, hogy oda menjek hozzá, akkor abból áldás lehet. És akkor tárjon ki a szívem. Táruljon ki a szívem. És amivel tele van a szívem, az forduljon ki belőle. És az lehet, hogy keserűség, lehet, hogy vád, lehet, hogy félelem, csüggedés, reménytelenség. De az is lehet, hogy van benne egy óriási nagy kérés. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, alázattal, őt nem hiába várod, betér hozzád, megállt. De ez az kell. Nem hiába várod. Én úgy elképzelem, hogy mi minden fordulhatott ennek a katonatisztnek, ennek a vezető személyiségnek az agyába, hogy ezt az embert, akit háromszor is fiaként említ Jézusnak, valamiképpen meg tudná menteni, ki tudná megmenteni. Jön Jézus, róla hallották, hogy halottakat is támaszt. Nosza! Azonnal ott van. Talán még tolakszik is, nem tudjuk, de azonnal. Nem mondja, hogy na, majd meglátjuk, majd még egy kicsit bírja az a beteg. Nem, azonnal.
és elmondja. Kitárja a szívét, ezzel van tele. Amivel tele van valakinek a szíve, az fordul ki, az jön ki a szájából is. Ennek az embernek tele van a szíve, hogy meg kellene menteni az én szolgámat, az én fiamat. De én nem tudom, de egyet tudok. És az az, hogy oda megyek Jézushoz. És akkor ilyenkor jön az ördög azzal, hogy te akarsz menni egy tanítóhoz. Hát te akarsz menni egy mesterhez. Hát nézd meg, hát mit mond róla a közösség? Hát egy olyan gyenge pengének néz ki. Hát nem, nincs is orvosi képzettsége. Hát hallgass meg, mit mondanak róla a nagyok, a tudósok, az okosok. És ez az a pillanat, amikor nem tanácskozik testtel és vérrel. A szíve, az Isten által teremtett ember oda kényszerül az Isten fiához, aki őt is teremtette, a teremtettség jogán. És kitárja a szívét, és azt mondja, hogy Uram, halálám van az én szolgám. Halálám van. Meghal, ha nem segítesz. Kárhozatba jut, ha nem segítesz. De Jézus már segített. Jézus segített. És olyan nagy dolog, majd ezeket veszük részletesen, ha Isten segít. Azt mondja, elmegyek és meggyógyítom. Nem azt mondja Jézus, hogy hát ne haragudj, te azért pogány vagy. Nem. Nem mondja Jézus, hogy hát, ha zsidó lennél, az én népem. Nem. Nincs ha. Nincs ha. Ahogy elmondja, azt mondja Jézus, elmegyek és meggyógyítom. Talán alig fejezi be, Jézus azonnal válaszol, már is indul. Mindentől fontosabb, hogy segítsen. Mert Jézus tud és akar segíteni. Elgondolkoztam, hogy milyen megoldásokat keresünk. Hát segíts, ha bajban vagyunk. Segítsen valaki, hozzáértő ember, de hozzáértő legyen. Segítsen egy hatalmas ember. Elkezdek mérgeskedni, hogy tehetetlen vagyok, tehetetlen dühömbe küszködök. Ezt emésztem magam, eszem magam. Dühösködök tehetetlenségemben. Talán már néhányszor elmondtam meg, még fogom is. Van, amikor nagyon-nagyon gyorsan kellene valami. De nálam gyakran egy könyv kellene. Meg akarok valamit nézni, és az fontos lenne, és már is, és a feleségem megkérdezi, amikor látja, hogy már nem lehet velem bírni, hogy és imádkoztál. És olyan nagy erő kell, hogy leüljek, összetesszük a kezünket, és megalázzuk magunkat. Testvérek, nem egyszer ott van mellettem, csak nem vettem észre. A nagy kapkodásba, idegeskedésbe. Nem jöttem rá, nem találtam meg. És amikor megalázom magam, és Isten előtt, akkor Isten úgy rá, és akkor jön a hálaadás. Köszönöm, Uram. Nem kellene legelőször Istenhez fordulni. Minden bajban, minden kétségben, örömben és bánatban, próbában egyaránt. Ő hozzá először. Hát ő az Uraknak Ura. Ő tud és akar segíteni. Elmegyek és meggyógyítom. És nem gond Jézusnak, hogy meg kell gyógyítani. Nem mondja azt, hogy hát kisebb bajokat még csak. Nem. Elmegyek és meggyógyítom. Jézusnak ez a nagy készsége és nagy szeretete indítson bennünket arra, hogy teljesen és egészen vessük ő belé a bizalmunkat, a reménységünket, a hitünket. Segítsen bennünket, Urunk, hogy örömünkben és próbánkban, hálánkban és reménységünkben
az Úr elé tárjuk a szív alázatát, és higgyük el, hogy bejön, velünk vacsorázik, közösséget vállal, és áldását adja ránk, meg tud áldani bennünket. Ez az ember csodálatosan átélte. Azt olvastuk itt a történet végén, hogy akkor, abban az órában meggyógyult, teljesen rendben lett, egész, testileg, lelkileg egészséges lett, akiért ez az ember közben járt. Boldog az az ember, aki átéli az imádság meghallgatását, de akkor ezt gyakoroljuk is. A másokért való közben járást hűséggel és alázattal. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, háladással megköszönjük, hogy ennek a katonatisztnek az egyszerűsége, alázata, szelítsége minket is arra indít, hogy kicsi és nagy dolgainkkal egyaránt forduljunk hozzád, és pláne a legnagyobbakkal. Az örök élet üdvösség dolgában hogy ne fordulhatnánk? Köszönjük, Úr Jézus, hogy azért jöttél, hogy segíts, hogy az ördög munkáit minden ember életében, az enyémben is, másokéban is, mindnyájunk életében lerontsad. Segíts megalázni magunkat, hozzád fordulni, oda menni imádságban, és elmondani, megvallani, kérni, amivel tele van a szívünk. És segíts aztán elfogadni, és hálát adni, és megköszönni. Kérünk, Úr Jézus, hogy taníts bennünket, és készíts már előre azzal a szent félelemmel és reménységgel, hogy hallgassuk ennek az embernek, illetve hát a te csodálatos munkádnak a történetét majd vasárnapról vasárnapra. Kérünk, Urunk, építsd a gyülekezetünket. Imádkozunk a betegekért. Imádkozunk orvosokért, gondozókért, ápolókért, nővérekért, akik a gyógyítás szolgálatában állnak. Újítsd meg őket, Urunk. És köszönjük nagy háladással, hogy adtad őket nekünk, hogy segítsenek bajainkban. Legyenek áldottak, legyenek áldással családtagjaiknak is, meg a közösség javára is. Imádkozunk azokért, akik otthon szeretteiket ápolják és gondozzák, és már-már belefáradnak, és türelmetlenek, és ingerültek. Könyörülj meg rajtuk, Istenünk! Imádkozunk magyar népünkért, nemzetünkért, határon, túl határon, innen imádkozunk a te népedért. Megtérésekért, lelki megújulásért, ébredésért imádkozunk, Urunk. Segíts benned bízó, élő hittel komolyan venni akaratodat és rád bízni magunkat teljesen. Átadni bűneinket, tőled kérni bűnbocsánatot, tőled kérni és elfogadni új életet, és követni téged ebben az új életben egyértelműen, hűséggel és alázattal. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, családtagjainkért, mindenkit te eléd hozunk, Urunk, és adjad, hogy ne lanyhuljunk meg, ne legyünk lusták, ne renyhüljünk meg a közben járás szolgálatában. Segíts, Urunk, hogy újra és újra felüdüljön, megüdüljön, felüdüljön, megtisztuljon a lelkünk a veled való beszélgető közösségben. Használj bennünket, Urunk, nagy neved dicsőségére, fele barátaink javára. Jézus nevében kérjük, hallgass meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Imádkozzuk közösen, fennhangon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, hirdetem, Kozák Miklósné Solymos Jolán 78 éves korában elhalálozott, a Sport utca 24 szám alatt lakott. Temetését harangszóval és a hirdetőtáblán jelezzük. A temetése időpontját harangszóval és a hirdetőtáblán jelezzük. Örömmel jelentem, hogy tegnap a délelőtt folyamán 7 gyermek vett részt a Baba-Mama kör alkalmán. Ma délután istentiszteletünket 15 órakor tartjuk a gyülekezeti házban. Szerdán 18 órától bibliórát tartunk a gyülekezeti házban. Reformátusok lapját, adakozást, alkalmainkat, iratmissziót jelentem. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük, kedves testvérek, záró énekként a 483. ének 16, 17 és 18. verseit. A 483. ének 16. verse így kezdődik, hogy tőled kérjük ezeket, így okok indítanak minket.